Sok lakás áll üresen országszerte. A KSH 2022-es adatai szerint az összes lakóépület 13%-a lakatlan. Szakemberek szerint ennek legfőbb oka az elvándorlás és a népesség csökkenés, valamint hogy sokan csak befektetési céllal vásárolnak ingatlant, amit nem akarnak bérbe adni. A KSH által közzétett adatok szerint 2022-ben Magyarországon nagyjából 4 millió 580 ezer lakóingatlan volt a népszámlálás idején, amelyből több mint 599 ezerben nem lakott senki. A legtöbb lakatlan ingatlan listát Budapest vezeti csaknem 170 ezer üres lakással. A vidéki városok közül Szeged, Debrecen, Miskolc és Pécs követi 10 000-es nagyságrenddel a fővárost. Hát nem csak Pécsen, illetve Baranya megyében, bocsánat, Vármegyében sok az üres ingatlan. Pécsen körülbelül a 10 évi adatokhoz képest 30-35%-kal több az üres lakás, ez lakóingatlan, ez pillanatnyilag olyan 9500-10 000 lakás jelent. Ugye nagyon sokan még mindig a hanyatló nyugaton keresik a boldogulást, ott próbálnak érvényesülni. Budapesttel csak Somogy és Zala, azon belül Nagykanizsa veszi fel a versenyt az üresen álló lakások arányát tekintve. A zalai városban egy év alatt 140%-kal nőtt az üres ingatlanok száma. A városban sok az üres önkormányzati lakás is. Összesen Kanizsán van 210 üres lakás az önkormányzatnak, plusz közel 100, tehát 98 lakás a Dózsa György út 73-75, ismertebb nevén Citromszigeten, amely már önmagában is lakhatásra alkalmatlan lenne, de be is deszkáztuk, falasztuk, rácsoztuk. Salgótarjánban sem jobb a helyzet, itt is sok az üres lakás. Az egyik ingatlan iroda vezetője tudni véli, mi az oka ennek a jelenségnek. Ez a város 55-60 ezer fős lélekszámra lett tervezve, illetve a múlt rendszerben meg is közelítettük a 60 ezeres lakosságot. Ennek közel a fele elvándorolt a rendszerváltás óta, tehát jelenleg statisztikák szerint 32-35 ezer lakossal rendelkezünk. Nagyon sok az üres lakás, elöregedő a lakosság, tehát nagyon sok lakás azért van üresen, mert elhunyt a nagymama, a nagypapa, stb. És messze lakó leszármazottak egyelőre nem nyúlnak az ingatlanhoz. A szakember azt mondja, sokan a banki és az állami megtakarítás helyett inkább ingatlanba fektetik a pénzüket, mert abban jobban bíznak. Bérbe azonban nem adják a lakásokat, mert félnek a felújítási költségektől, így ezek a lakások is üresen maradnak.